Igen, tehát öbbe rakták le a szülők a tojásokat, kettő tojás volt, ugye náluk a fiók, tehát a tojás szám ugye 2-től 4-ig terjed. Alig 2 hét telt el a kis villásfarkusz alakóták kikelése óta, már jól látszik a madarak egyik legjellegzetesebb vonása, a gyönyörű színpompás tollazatuk. Nagyon szépek a szárnyának, tehát ezek a kékek, amik a fiókának a szárnyán is ilyenkor már látszani kezdenek. A fiókák itt ebben az odúban nevelkednek, a szülők óránként felváltva melegítik és etetik őket. Ez egy gyászbogár lárva. Lárvákkal és sáskákkal táplálkoznak, amit a tenyésztő ad oda a szülőknek, ők pedig összetörve a kicsik szájába teszik. A kis fiókák 3 hét múlva már várhatóan repülni tanulnak, és sikeres felcseperedésük esetén részt vesznek majd egy díszmadár tenyésztők által szervezett világbajnokságon is. Januárban lesz a KOM-nak, a Nemzetközi Ornitológiai Szövetségnek lesz a világbajnoksága, a díszmadaras világbajnoksága, olaszországi Bariban, ott ezek a madarak szerepelni fognak, reméljük jól fognak szerepelni. Magyarországon elsőként sikerült szaporítani az Afrikában élő gyönyörű villásfarkusz alakótát. A madár ritkaságnak számít, a fővárosi állat és növénykertben mindösszesen egyetlen él. Olyannyira egyedülálló a zártéri tenyésztése, hogy 2010-ben a skóciai Edinburghi állatkert is egy külön oldalt szentelt honlapján a sikeres fészkelésről.